Dombo váradott helyszínt a Kastrum-Bene Egyesület soron következő háromnapos vándorgyűlésének ismertette az Egyesület elnöke. Az Egyesület most már több mint 30 éve létezik, és tulajdonképpen egy olyan szervezet, ami összefogja a középkori várak, vagy újkori várak erődítések kutatóit, és az ezek iránt érdeklődő laikus közönséget és tulajdonképpen a, a tevékenység abból áll, hogy rendezvényeket szervez, illetve egy rendszeres kiadványba tájékoztatja a legújabb kutatási eredményekről úgy a szakembereket, mint pedig az érdeklődőket. Már 26. vándorgyűlés az Egyesületnek, ő tulajdonképpen három részből áll, a mai nap, péntek délután a környék váraiba végzett legújabb kutatásokról számolnak be a Tolna megyei, a Somogy megyei és a Baranya megyei kutatók. Majd a következő nap, tehát a holnapi nap folyamán általában egy tematikus összefoglalás kerül sor. Most éppen egy most épp erősen átalakuló örökségedelmi szervezet elmúlt években végzett kutatásairól kapunk egy áttekintést. Azon kívül mindezekhez kapcsolódnak tanulmányutak, ma is itt a Dombóvári várakat, ugye itt két vár is található, hónapi nap folyamán Kaposvárra látogatunk el, majd pedig az utolsó nap egy nagyobb körutat teszünk itt Tolna megyébe, Tamási, Ozora és Simontornya megtekintése szerepel a témában, a programban, és természetesen szakvezetés kapnak a résztvevők. A konferenciák nem csak a tagok számára elérhetőek, szívesen látnak a régészet érdeklődőket is. Egyesület, egy országos egyesület, tulajdonképpen az ország egész területéről vannak tagok, de hát nem csak a tagság keresi föl, hanem nagyon sok fiatal egyetemi hallgató is, tehát nem önmagában a tagság tartja el. Ő általában egy olyan 50-80 résztvevővel számolunk. Sajnos ugye a COVID, mint mindenfajta rendezvényt az Egyesületet is érintette, itt most két évet ki kellett hagynunk, és hát amióta azért a költségek is emelkednek, egy picit szerényebb lesz az idei rendezvény, de azt gondolom, hogy a szakmai színvonalat ezért sikerült tartanunk. Hol van olyan újabb kutatás, újabb műemlékvédelmi tevékenység, amihez ez köthető? Itt most Dombóvár esetében az utóbbi működött, itt ugye néhány éve a város támogatásával a folyik gólja Gólyavárnak a kutatása, amelynek az eredmények kevés ismertek, és alapvetően ezt határozta meg a helyszín választását, illetve az, hogy itt még nem járt az Egyesület, bár azért ez nem zárható ki, azért sokszor már régebben, ugye évszédekkel korábban választott helyszíneket is felkeresünk. Várak az egy nagyon romantikus téma. Tehát önképpen a gyerekkortól kezdve sokan a felnőttkorúkig is járják a várakat, váromokat. Ma ugye nagyon kedvelt a váraknak, az elképzelt formájának a visszépítése. Tehát van egy általános történet érdeklődés, meg a hadászati része mögött, ezért van nagyon sok is, akik saját maguk is járják, beszerveznek túrákat, például közöttünk van most is jelen van egy jeles tagunk, aki nem szakember, de mint természet jár, olyan pontgyűjtő rendszer dolgozott ki, és kis füzeteket jelentett meg, akik ugye ezeket bejárják, kapnak különböző elismeréseket, de ugyanúgy nagyon sokan a saját környékük, hazájuk, várait, erősségeit is járják be és írják le és a legtöbb esetben együttműködve a szakemberekkel. Természetesen aztán vannak extrém elképzelések is, de hát ezt az egyeset eddig még szerencsés módon nagyon jól tudta kezelni. A várak kutatása mögött nincs egy olyan szervezet, tudományos szervezet, nyilván csomán foglalkoznak vele. Ugye a műemlékvédelmnek nincs egységes szervezete, de az egyetemek régészeti tanszékei, művészetölteti tanszékei, vagy pedig a különböző múzeumok adnak helyet kutatásoknak, de átfogóan ezzel a témával tulajdonképpen tudományos nem foglalkozik. Tehát így is gyakorlatilag egy hiánypótló szerepet tölt be a szakemberek számára az Egyesület. Többek között a kiadványában közé teszi, ismerteti a legújabb kutatások eredményeit, amelyek egyébként hosszú évek múlva kerülnének csak a szak elé. A Dombováron megszervezett vándorgyűlés előadásait igyekeztek úgy összeállítani a szervezők, hogy a környéken található várakat, kutatási eredményeket is megismerhessék a résztvevők. Egy egyesületnek a léte azon múlik, hogy van-e néhány lelkes ember, aki az egészet megszervezi, aki nagyjából tájékozódik. Tehát ez, az, az úgy jött létre a mai nap, hogy nagyjából tudomásunk volt arról, hogy hol milyen kutatások zajlottak, illetve az egyes múzeumban, kutatóhelyeken ki az, aki ezekkel foglalkozott. Tehát megkerestük őket, és megpróbáltuk rábeszélni, az hol sikerült, hol nem, de ebből azért egy érdekes program jött össze. Akik állandóan a három napon részt vesznek, kb. 50 fő, de 80 90 fő a, teljes létszám. Mondjuk óriási propagandát ennek nem csinálunk, hiszen akkor kezelhetetlenül válik, akkor egy külön utazási irodát kéne ezt szervezni. De gyakorlatilag azok a szakemberek, illetve azok érdeklő laikusok, akik valóban el akarják érni, ugye ma az internetvilágában ez nem okoz problémát, azok megtalálják mindenképpen az egyesületet, hiszen a honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk az eseményekről, a tervekről, és hát minden régebbi rendezvénynek az anyaga is megtalálható rajtunk. Dombóvár vonatkozásában Berta Adrián megyei Dombóvárának régészeti kutatásairól tartott beszámolót, melyről a helyiek már több rendezvény alkalmával hallhattak.